A tavaszi ellenőrzés sorozat főleg a húsvéti ünnepkörre terjed ki, tehát inkább az előállítók és a kereskedők kerülnek gorcső alá, de a vendéglátókat is ellenőrizni fogják. Ilyenkor dömpingszerűen nagyon sok termék kerül a boltok polcaira, éppen ezért fontos, hogy húsvétkor jó minőségű, biztonságos élelmiszerek kerüljenek az asztalra. Különösen azok a termékcsoportok, amelyek ilyenkor fokozott mennyiségben dömpingszerűen jelennek meg a piacon, éppen azért, hogy lássuk, hogy a kereskedelem és az előállítók is tudnak-e alkalmazkodni ezekhez a megváltozott körülményekhez, tehát a tárolás, szállítás, a felkínálás módja megfelele az előírásoknak. Ha valóban jó minőségű sonkát szeretnénk venni, hagyományos pácolásút keresünk a boltok polcain. Ha a füstölt szót látjuk a jelölésen, tudhatjuk, hogy az valóban bükkfával vagy keményfával füstölt, míg ha a füstízű van feltüntetve, akkor az aromát egyszerűen csak belekeverték vagy belefecskendezték a húsba. Mivel húsvétkor jelentősen megnő a tojásforgalom, ellenőrizni fogják a nyomon követhetőséget, frissességet és a jelöléseket is. Figyelik, nehogy túltárolt, régebb óta összegyűjtött, rosszabb minőségű tojások kerüljenek forgalomba. Fontos, hogy az 50 tyúk alatt tartó kistermelőktől vásárolt tojásokat kivéve mindet jelölni kell. Ez egy hosszú számokból és betűkből álló sorozat, aminek a legelső száma azt mutatja, hogy milyen tartási módon keletkezett ez a tojás, tehát milyen tartási módon volt az a tyúk, amelyik a tojást tojta. Itt 0-tól 3-ig lehet választani. Magyarországon általában a ketreces tartás a legelterjedtebb, ezért általában 3-as számot látunk a tojást legelején, de a 2-es szám az már egy környezethez közelebb álló alternatív mélyalmos is tálos tartás jelent, az 1-es a szabad tartás jelent, a 0-as pedig a biotojásnak a jelölése. Tehát aki ebből a szempontból szeretne tulajdonképpen állatjóléti döntést hozni, az akkor inkább a 0-as és a 2-es közötti tojásokból tud választani. A második, harmadik karakter az az országkódot jelenti, tehát hogyha magyar tojást szeretnénk választani, akkor mindenképpen a hú jelölést keresünk. Mivel a korábbi években volt rá példa, hogy megmaradt lejárt szavatosságú termékeket próbáltak újra forgalomba hozni, az édességipari termékek is mindenképpen ellenőrzés alá kerülnek. Amire még érdemes figyelni, hogy a minőségi csokoládé értékes kakaóvajjal készül, és a kakaós tejtábla megnevezésű termékek sokkal gyengébb színvonalat képviselnek.